Sziasztok, itt Attila, ez pedig a The Devil in Me, itt a Gémhalom csatornán. Méghozzá a 8. rész. A nevekkel most már elfelejtettem a neveket. Ő Mark. Van Katie, Erin, Charlie és Jamie. Katie-vel volt a kapcsolatunk, ami nagyon jól alakult. Ez az, igen. Na, ez így nehéz lesz. Az a helyzet, rengeteg másik videót készítgettem, és nem nagyon fordult rá idő, hogy ezzel játszak, illetve úgy érzem, hogy az a sztori nem fogott meg annyira, mint megfoghatott volna. Na mindegy, hát figyeljetek, megpróbáljuk ezt folytatni ezt a játékot, úgyhogy nem emlékszem már mi merre volt. Van egy ilyenünk. Ja, hogy ezzel csak fotózni tudunk. De valamennyire azt hiszem világít is. Ja, ilyen vörös fénye van. Hát ez nagyon jó, ez a fotózgatás, ez rendkívül hasznos lesz, én úgy érzem. Azt hiszem egyébként innen kezd el a játék átmenni abba, hogy eltérünk az útvonaltól, amit nekünk a gyilkos. Fuck. Ne vegyél észre. Léci. Ne vegyél észre. Tűnj innen. Nem tudom, hogy lehet-e választani, hogy hova bújj, vagy csak elbújsz egy adott pozícióba. Oké, úgy érzem, elment. És becsukta. Igen. Szóval nem tudtam, hogy el lehet-e bújni máshova. Vagy csak egy helyre lehet bújni, és akkor ott el vagy bújva, az kész. Szóval igen, szerintem kezdünk eltérni attól, amit nekünk kirendelt a csávó. Itt van valami. Egy új kamera? Van olyan cuccod? A hátadon, azt használd. És szerintem mindentől kezdünk felfedezni azt, hogy ez... Oh, hála. Ez az. Szóval beszereztük, de nincs kameránk. Ez akkor lett volna hasznos, gondolom, hogyha a kamerát nem hagyom a vízbe esni. Amit teljesen váratlanul ért egyébként, hogy ez a kamera az be fog ide zuhanni. És gondolom forró, emiatt nem akarsz belenyúlni. Viszont, hogy mondjam, ott van a hátadon az a tripod, azt hiszem úgy hívják. Mindegy, ott van a hátadon az a cucc. Azzal belenyúlhatnál azért mégiscsak. Ja, ezt nem bírtuk volna nagy esélyek kinyitni. Visszajött. Nem tudom, hogy van-e más búvóhely. Remélem csak egy búvóhely volt. Oh boy! Jó. PS-sel jelzi. Oh God. Kérlek. Ne. És még csapkod is, értitek? Tehát még az is zavar. Mert összezavarja a ritmust. A ritmust, amivel a szívdobogás megy. Konkrétan remegek, srácok. Ez a zaj, ez nagyon nem tesz jót neki. Oh, jó, azt hiszem nincs több. Nyugi. Ne akadj ki, rendben. Ez még összejött. Ez az! Fucking. Három volt egymás után. Még soha nem volt három egymás után, azt hiszem. Ez közel volt. Jó, nem egyszerűen. Egyszerűen csak annyi nagyszerű játékkal játszom mostanában, hogy kicsit nyomják el egymást. De nem baj, ennek örülök, mert így... Most utána akarsz menni? Szóval...
72, 93. Az miért fontos nekünk? Az valami felvillant itt, nem? De rossz helyen vagyunk, hogy körülöttünk mászkál folyamatosan. Ezek miért fontosak nekünk? Bar 0028. Aha. Határozottan jobb helyre is bújhatott volna. Nem tudom, hogy amúgy lehet elbújni. Tudom, hogy... Én nagyon nem mennék abba az irányba, ahol van. 68-83. De ezek miért fontosak nekünk? Csak nem lesz egy kód, és akkor ezek lesznek a kódok. Mennyi baba van itt is, srácok? És mindegyik hasonlít ránk. Itt is lesz, fogadjunk egy szám. Nem, ezt csak megfordítjuk. Secret found. Ó, valódi emberi fogak vannak benne. Oké, van itt egy-két secretünk, viszont ahogy nézem, ezekkel nem... Itt van például, igen. Hector interviewed many Sherman after. Aha. Jut eszembe egyébként, hogyha kicsit a kamera rossz irányba mozog. Van egy új kontrollerem, de ez nem egy új kontroller, ez egy PlayStation 4-es kontroller, egy használt kontroller, egyik barátom adta, ő neki nincs rá szüksége, mert már nem használják a PlayStation 4-et, illetve van még más kontrollerük mellette, tehát hogy van kontrollerük így is. És mondta, hogy nem működik rendesen ez a joystick része. És én kinyitottam, kitakarítottam, meg hasonlók, megtisztítottam a... Nem is tudom, az gyroszkópnak hívják, vagy minek hívják, nem hiszem, hogy gyroszkópnak. Mindegy, megtisztítottam az érintkezéseket, viszont így is van kép elcsúszás. Tehát egyszerűen már megfáradt az anyag, ami van benne. De nagyon szeretem, valamiért nekem nagyon tetszik a PlayStation 4 kontroller kinézete, meg a fogása, meg az egész. És akartam mindig is egy ilyen kontroller, csak 20-valahány ezer forintba kerül még mindig. Újonnan. Megint ki fog jönni. Benne vigyél ezt a csávót. Jó sokáig bujkálhatunk. Találhattunk volna másik búvóhelyet? Nem hiszem. Mert a játék kifejezetten jelzi nyillal, hogy itt egy búvóhely. Bak, a vörös fény, remélem nem látja meg. Hú. Ez intenzív ez a rész amúgy. Menjünk innen. Azt nem tudom, hogy ezt magaddal tudod-e vinni. Ez nagyon jó. Hát ez nagyon hasznos volt. Tovább tudod fejleszteni? Wow, tovább fejlesztél izét. Ezt a tripodot. Azaz. Akkor ezt most már tudod fegyverként használni. Press the button! Ez egy ember?
you press the button? Okay, Marco, hold it together. Ez egy ember? Félek, hogy jön vissza a csávó mindjárt. Csak nem jön vissza. Csak nem időre van kötve az egész. Jó, oké, itt van egy érmek, köszönjük szépen, nagyon hasznos érmek. Oh boy. Hát ez mi lehet? Itt egy kártya. FBI Hector Mundin. Aha. Ez 19... melyik volt? 19... Menj... Á, nem azt akarom. Nézd meg újra. 19... Hol van? A hátoldalán? 1989. Nézzük meg azt. Aztán lehet, hogy itt kivágom, mire megtalálom, hogy mi lesz. 1989 volt? Hát ez jó. Figyelj, én át akartam váltani másik gombokra. Ez az. Köszi. Jó, reszeteljük le újra. Nyomjad. Uff, te ügyes vagy. Na, most átváltasz nekem másikra? Nem megy át. Ó. Oh. Képernyő gombbal kell. Képernyő... irányítással. Tehát nem ezekkel nyomkodod, mikkel általában szokták. Hanem a képes másikkal ezzel itt. Hát ez nem az. Jó. Oké. Simán lehet, hogy azok, amik ott hátul vannak. Mert találtunk egy-kettőt. Annyira parázok. ...68-83. ...68-83. Próbáljuk meg. Úgy le fogok bukni, mint a fene. Csak tovább kéne mennem. Lehet, hogy lényegtelen is az egész. 60... 8... 83. Ez volt a kód. Látjuk magunkat? Ezt tudom mi! Tudom már! Ha beírjuk a kamera számát, és le fogja játszani azt, amit látott. Szóval van még egy ezen kívül. Az a kérdés, a csávó vajon itt van-e? Fucking hell, remélem nincs. 0028. ...0028-7293. Parázok amúgy, hogy jönni fog. 7293. 7293. Aha. Ez tök jó, igen. 0028, azt hiszem ez az izé. Ott van mögötte.
Láttuk, hogy ott van mögötte. Lol. Ja, tényleg itt akkor konkrétan látjuk, hogy a kettő személy nem lehet ugyanaz. Mert én azt hittem a csávónk, aki... FBI, welcome new recruits. Azt hittem a... Mi a neved? Charlie. A Charlie az. Azt hittem a Charlie lesz az. Mert olyan látványosan végezte ki önmagát. Én úgy gondoltam. Tudjátok, hogy mutatja, hogy oké, ő meghalt, de közben nem, és közben végig ijesztegeti őket. Psychological assessment conducted by Dr. Isabella Garcia. Patient name, Monday. Garcia, az egy jó név. Behavioral observation. Hector arrived at our scheduled appointment 24 minutes late. Once we sat down and began the session, he struggled to maintain eye contact. He found it difficult to articulate his feelings and was terse and guarded throughout. Hector has been working long hours and, as a result, isn't sleeping well. Hector spoke about his recently deceased mother and displayed evidence that he hasn't yet fully come to terms with her death. I strongly recommended a course of antidepressants, but he is resistant to this idea, believing that it would have a detrimental effect on his capability with regards to his current investigation. Hector describes his work in immaculate detail, and contrary to earlier in the session, his thought content is both coherent and logical. He is displaying an unhealthy obsession with his work. But his recent bereavement may be the underlying issue. Akkor az FBI ügynök lenne? Keresem, hogy ki a gyilkos, vagy ki lehet az, aki ezt csinálja, ezt az egészet. De kételkedem benne, hogy gyilkos lenne. Bár nem, annyira nehéz megállapítani. Ez micsoda? Hector Mundane, igen. Az oké, azt nagyjából összeraktuk, hogy ő az. Igen. Hector. Igen, ő az FBI ügynök. Itt van ez. És végre elmegyünk innen. Hú, po. Mi ez a csipogás? Ó, azt hittem nekünk kell irányítani. Nem akartam előre menni itt ebben a szűk helyen úgy, hogy előre látunk, csak mondjuk nem lett volna rossz, ha visszarakod hátra azt a cuccot. Látni fogja, hogy ott jártál. A fedelét. Kíváncsi vagyok, hogy Charlie meghalt-e, és kíváncsi vagyok, hogy az én hibám-e. 20 perce veszek fel, jó, akkor még jók vagyunk. Look for a way out. Oké, még mielőtt lookolunk egy way out-ért. Itt hagytál-e valamit? Nem. Jó. Akkor nézzünk egy way out-ot. Még veszünk fel, jó. Teljesen jók vagyunk. Hopp. Yo! I'm not some fucking lab rat here for your amusement. Tetszik a reakciója. Én egyetértek. Mondjuk te nem vagy olyan félelmetes helyen, mint ahol a... Mark volt? Mark, ja. Jó, és a ti kapcsolatotok nem nagyon változott. Ez az bezárta. Yes. Yes, igen. Nagyon szeretnék ebbe a szobába jönni. Ez micsoda? Oh boy. Ez a mini játék vele. Oké, szóval... Aha. Szóval, ha innen indulunk, ide, az úgy nem jó. Oké, mi van, ha... Aha, így indulunk. De nem, így indulunk, így. Ó, wow, ez lehet el fog tartani egy darabig, na várjatok egy pillanatot. Összehoztam, de meg nem mondom őszintén, hogy ez miért működött. Én azt hittem, tökre nem fog működni. Igen, fingunk nem volt róla, hogy mit kapcsolunk fel amúgy. There we go. There we go, yes!
Ja, gondolom izé fogta és áram izét okozott. Ó. Zárlatot. Várjatok, és mi van, ha visszamegyünk? Jó, ne erre megyek. Erre nincsen jó. Nem áramszünet, hanem rövid zárlat. Ezt akartam, ezt a szót kerestem. Na, itt én tudom, hogy keresztül tudsz menni. Láttam felugrani. Hopp, csak sikerült. Amúgy alulról kellett kezdeni. Fölfele menni, és a legalsó bal oldal alsó volt, hogyha valaki tudni akarja, de... Á, inkább fel kellett volna vennem. Lepauzoltam a felvételt addig, mert nem tudtam, mennyi ideig fog tartani. És nem fogom tudni belevágni majd a videóba, de mindegy, rájöttök egyébként, tehát annyira nem nehéz, hogyha utólag ti meg akarjátok csinálni. És ha meg nem akarjátok megcsinálni, akkor meg annyira nem lényeges, hogy lássátok, hogy hogy működik. Megint csuklani fogok? De ha? Ó, rájön, hogy izé a tükör mögött van a rész. Az jó, ő is most kezd eltérni a kijelölt útvonaltól. Túl sok hibát vét a... ez a gyilkos... ha gyilkos egyáltalán. Mondjuk láttuk a... hogy hívták? Láttuk... Erin? Igen, láttuk Erint, ahogy leszúrja. Egy ilyen... dark picture-ben. Na, azt ki tudod nyitni? Ja, úgy tudik, fel tudod feszíteni. Oh, what the hell? Otthon Mark. Lol, miért három különböző képernyő ugyanazt a kamerát nézi? De ez megint valakinek a szobája, nem? Most be is van zúzva. Igen, ez a tükörbe van törve. Viszont nekem úgy tűnik, mint hogyha... Igen, van mögötte, a tükör mögött van egy átlátszó, még egy ilyen üvegfal, vagy nem tudom, minek nevezzem. What the fuck? Mi ez itt? Wow, hogy nem tűnt fel egyébként, hogy ott van ő? Nem, mint a gyilkossal beszélgetős részt akarná felvenni. You wanna know what it means to be a killer? You ever been to the art museum downtown? They got this... Bering? Várjatok, nincs olyanunk, hogy pretless, complicated. Olyat keresek, ahol konkrétan kiírja, hogy meghal a izé. A csávunk. Bitter rivals. Mr. Dumet, I presume. Hotel guest. Nem ez a játék legeleje. Ki fog menni? Ki fog menni? Miért jelez? Mi jelez? Mi riaszt? Annyira nem. Mark egy picit közelebb volt a veszélyhez. Karaktert váltunk már is? Igen. Próbálják átfeszíteni, és akkor emiatt
Most csapta le az áramot. Nem, akkor nem emiatt riasztott be. És ők is eltérnek az eredeti útvonaluktól. Köszönhetően... Jamie-nek? Ja, köszönhetően Jamie-nek. Ez lámpa? Milyen lámpa ez? Ja, értem, a púderes cuccának van ilyen lámpája. Ez elég király. Mert meglepően jól világít. Stay close to me. Ja, nem maradjatok le egymástól szerintem. Szinte nem tudom, merre kell menni. Csak körbe akarok nézni mindent, az zárva volt. Relatív keveset voltunk ezzel a karakterrel, úgy érzem. Hopp! A könyv, amit eldobott a izé. Charlie threw it down here earlier. Charlie, again. Of course he did. Oh, no. Come on. Nem mond majdnem felszállt. Na azért. Valaki sír? Investigate the crying. I don't think that's Jamie. Igen, szerintem ez senki olyan, aki open. Ott egy fej. Fel fog ugrani? Jumpscare? Nincs. Zegerem, hogy mindig megjelenik a bal oldalt felől, azt látjátok? Ez eddig feltűnt már, de nem akartam annyira foglalkozni vele, de... Mert ugye kontrollerrel irányítom, szóval az egernek nem kéne ott lennie. Tehát lehet, hogy bele kéne kattintanom egyet, és akkor úgy... Itt van a izé, a tükör. Ez az a szoba, amit néztünk Jamie-vel. In case you miss me, Michael, morning writing. Family dolog. Ja. Spare room code 1999. Lehet több 9-es mondtam, mint kellene. Hm? Nem biztos. Hello könyvecske. Manny Sherman, the Beast of Arkansas. Wait. Hey, look at this. What? It's a true crime book. Look at the author. Joseph Morello. Ő az autor. The ferry wasn't Dumet. Az, akivel találkoztunk, egy író. És a izéről írt. A gyilkosról. Szóval mindenki, akit érdekel a gyilkos, azt ide hozza, és akkor végigcsinál vele egy ilyet. Nem akartam visszalépni. Gyorsan végig akarok futni rajta, úgy egy minimális szinten. Annyira engem személy szerint nem érdekel, hogy végigolvassam, de hogyha valakit érdekel, akkor az megteheti, miközben nézi a videót. És a fő történetünk, ezek csak ilyen háttérinformációk a számunkra. Ott a cuccos 199 kell oda. Te egy baba. Itt voltak megszállva. Bethany. Was that in the sign-in book? Itt volt megszállva a csávó, az író. És ez lehet itt egy kép. Dark picture. Please stop crying, mommy. So where is daddy? Aha. Ó, még volt egy állatjuk, és... Connie.
Itt az egrem már megint bakker. Menj már onnan. Bearing updated. Mysterious creature. Ez egy teljesen új... Bearing. De ez a bearing egy picit felfedő, nézzétek, csak várjátok, most használom az egeret, és akkor látjátok, mit akarok mutatni. Látjátok, ott van Mark, és ott egy kutya. És hogy rámegyünk, akkor ezt mi nem látjuk még. De ezek szerint Mark meg tudja simogatni. És a kutya az ott van, és nagy esél egyébként jó a kutya. Szóval Markkal találkozunk egy kutyával, akkor megsimogatjuk. Na jó. 199. Fókusz. Fókusz. 1. 9. Mi lehet a következő? Fókuszálj! 9. Az utolsó szám! 9. Oh. Mire rá nem jöttünk? Hopp. Ez viszont biztos, hogy egy olyan lesz. Aha. Lesz egy fegyver nála? Ez tudja, hogy nem egy valódi személy lesz. Ez egy hangfelvétel szerintem. Igen, valódi test. A vakációs fotóról. Michella Morello az. Nagy esél az írónak a felesége. Mert ez most melyik volt? Ez a könyv. Ez, nem tudom melyik szikret volt, mindegy. Elég sok szikretet megtaláltunk már. De gondoltam, hogy egyébként ez nem egy valódi személy lesz. Charlie él. Charlie él. Yay! Ez az! Igen! Hajrá, Charlie! Ó! Oh. Ó, oh, annyira örülök neki! Megmondom őszintén, hogy... nem szeretem annyira a karaktert magát, de... de nem szeretem azt, hogy látom, hogy meghalnak, és hogy esetleg miattam is tehettem volna ellen valamit. A Little Hopes-ban is... Ah. Ha valaki nem látta, nem mondok semmit, de francba. Az Ashof valami is volt, a másik fajta. Hogyha ezeket nem láttátok, akkor nézzétek meg azokat is. A másik Dark Pictures játék, ami valami Ash valami volt. Na mindegy. Figyeljetek, itt lezárjuk ezt a videót, és következőnek Charlie-val fogjuk folytatni. Remélem jól szórakoztatok. Remélem ti is izgalomba lendültetek, mint én is, mert nekem nagyon most egy haladjunk érzetem van. És remélem csatlakoztok hozzám jövő hét vasárnap is. Sziasztok!